Anyádhoz hozzátartoznak a kerti grillezések a baráti társaságokban és családokban. Bogyiszlón úgy gondolták, erre a kellemes időtöltésre a megfelelő környezet a Duna partja lenne, és összehívták a település lakóit egy közös főzőcskére. Összesen 9 csapat nevezett a 3. esztendeje szerveződő Liberty Partira. A Bogyiszló Jövőért Alapítvány télen többek között jótékonysági bálokat szervez, nyáron pedig közösségfejlesztő programokat kelt életre. Elég támogató a bogyiszlói közeg, és azért is próbáltuk ezt a nyári időszakot is megjelölni, hogy ne csak a téli bál legyen, ami mindig is volt és mindig is lesz, reméljük, hanem azért nyáron is legyen egy olyan, hogy piknikezni, sütögetni, iszogatni lehessen, és jól érezzék magukat teljesen kötetlenül. A feladat adott volt, bármilyen húst lehetett sütni, csak gombát és tojást kellett kötelezően felhasználni az ételekhez. Direkt azért adtunk meg ilyen alapanyagot, ezt a gombát és tojást, hogy kimozduljanak a komfortzónából a grillezett hús kapcsán egy tarjánál vagy egy csirkecomnál túllépjenek egy kicsit. A győzelmet ismét, mint eddig minden esztendőben, a Csakajava csapat szerezte meg, akik jó hangulatban, de komolyan véve a feladatot főzték végig a délutánt.